Köszöntök mindenkit, itt Fekete Robert. Ebben a videóban a számítógépek alapvető részegységeiről, processzorról és a memóriáról lesz szó. A cél, hogy jobban beállásodok egy két egység működésébe és kialakítsunk egy közös nyelvet ezen a területen. Képen egy alaplap látható, amelyen helyet foglal maga a processzor, más néven a CPU, és a RAM, más néven a memória. Ahogy az előző videóban láthattátok, gyakorlatilag az alaplap köti össze az összes részegységet, biztosítja a megfelelő tápellátást, és helyet kapnak rajta a különböző külső eszközök, például merevlemez, hálózati kábel, vagy videókártya csatlakozásai. Maga a CPU egy nagy integráltságú áramköri elem. Ez azt jelenti, hogy kis helyen rettentően sok tranzisztor található, amelyek segítségével elvégezhetők a számítási műveletek. A tranzisztor, mint elektronikai építőelem, képes tárolni a számítógép számára kulcsfontosságú nullások és egyesek sorozatát. Az alaplapra való csatlakozást illetően többféle megoldás ismert, de a CPU hőtermelése meglehetősen magas, úgyhogy minden esetben meg kell oldani az állandó ütését. A processzorok sebességét általában gigahertzben adják meg, amely gyakorlatilag a CPU-t vezérlő órajel frekvenciája, vagyis nagyjából a másodpercenként elvégezhető alapműveletek száma. A CPU fizikailag egy tokban foglal helyet, de logikailag több egységből, több részegységből áll. CU, vagy Control Unit, vagy vezérlőegység feladata a számítási műveletek összehangolása. Az ALU, vagy aritmetikai logikai egység feladata a számítási és összehasonlítási műveletek elvégzése. A cache, vagyis a gyorsítótér arra szolgál, hogy a nagyobb, de lényegesen lassabb RAM-ban, vagyis a fő memóriában lévő adatokat ide másolva, azokat gyorsabban elérhesse a CPU. A regiszter a CPU-ba beépített, nagyon gyors elérésű, de kisméretű memóriaegység. A vezérlés ide tölti be a számítógép fő memóriájából, vagy cache memóriájából az adatokat és utasításokat, mi alatt műveleteket végez velük. A mai processzorok regiszteri általában 32 vagy 64 bitesek. Azért, hogy egy 32 vagy 64 bites adatcsomag minél gyorsabban, tehát lehetőleg egyszerre töltöthessen át a regiszterbe, 32, illetve 64 bites adatkábelek, vagyis adatbuszok állnak rendelkezésre. Ha ennél kevesebb vezeték lenne, akkor csak egymás után tudnának az információk átmenni egyik helyről a másikra. Ennek alapján beszélhetünk 32 és 64 bites architektúrájú processzorokról. A CPU-k lehetnek több magosak is, tulajdonképpen külön CPU-kat jelent egy dobozban, vagyis tokozásban szerelve. A processzorok fontos tulajdonsága továbbá az utasításkészlet is. Ezek azon parancsokat jelentik, amelyeket a CPU hardveresen azonnal végre tud hajtani, nem szükséges kisebb parancsokra bontani azokat. Az általunk írt forráskódot ilyen elemi gépi utasításokra kell majd átalakítani a fordítónak, hogy azok a CPU által végrehajthatók legyenek, de erről majd később. A számítógépeknek tárolókra van szükségük a működéshez. Ezek lehetnek állandó tárolók, amelyek a gép áramtalanítása után sem vesztik el tartalmukat, ilyenek például merevlemezek, és lehetnek ideiglenes tárolók, amelyek csak addig őrzik meg a tárolt adatokat, amíg a gépbe van kapcsolva. Ilyen például a fő memória. A merevlemezek, vagyis háttértárolók, és a memóriák, vagyis az operatív tárolók legfontosabb tulajdonsága a tárolókapacitás. Ennek mértékegysége a byte, vagy kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, amelyek között a váltószám 1024, tehát 2/10. A magyarázathoz még hozzátartozik, hogy egy byte az 8 bit, ahol egy bit értéke 0 vagy 1 lehet. Más szavakkal igaz vagy hamis értéket vett föl. A számítógépek csak egyesekkel és nullákkal tudnak gyors műveleteket végezni, ezért célszerű volt a kettes számrendszer bevezetése. Erről is lesz még szó a későbbiekben. A videókészítésének időpontjában egy átlagos laptop merevlemez mérete nagyjából 1 terabyte, átlagos főmemória mérete 8 gigabyte, átlagos cache mérete 512 kilobyte és regiszter mérete 32 vagy 64 bit. Hasonlóan fontos a tároló hozzáférési ideje, vagyis ciklus ideje is. Ez az a legrövidebb idő, amelyet két olvasási vagy írási művelet között ki kell várni a rendszernek. Az előző videóban láthattuk például, hogy a HDD és az SSD háttértárak közötti legszembetűnőbb különbség a hozzáférési idő, vagyis egyszerűen a használati sebesség volt.
A CPU részletezésének felsorolt operatív tárolók közül, tehát a legkisebb és a leggyorsabb a regiszter, amelyben a CPU műveleteket tud végezni. A regiszternél lassabb és nagyobb tároló a cache, amelyet közvetlenül elér a CPU, de abban már számítási műveleteket nem tud végezni. Ennek van olyan változata, amely a CPU-n belül foglal helyet, ez a leggyorsabb típus. Továbbá van olyan, amely az alaplapon foglal helyet, és sebességében a RAM, vagyis a főmemória, és a CPU belső cache memóriája között üzemel. Feladata csupán a folyamatok felgyorsítása, azáltal, hogy a még lassabb és nagyobb méretű főmemóriából időben átemeli a szükséges adatokat a későbbi felhasználásra. Ebben a videóban részletesebben beszéltünk a számítógépek két legfontosabb részegységéről, a processzorról és a memóriáról. Remélem minden érthető és követhető volt. Ha tetszett a videó, kérlek iratkozz fel a csatornánkra, és ha szeretnél programozói karriert, látogass a weboldalunkra is.